Légy erős és bátor címmel új izraelita hittankönyvet mutattak be ma Kiskunhalason. A 6. osztályosoknak szóló hiánypótló könyv újabb része az általános iskolások számára eddig megjelent sorozatnak. Ennek a kötetnek a főszereplője Dávid és Sámson. Ők vezetik végig a gyerekeket a saját történetükön keresztül és más ismert történeteken keresztül. Az egész bele van ágyazva egy párbeszédbe, ahol novella, illetve kisregény formában nézzük át a fejezethez tartozó tartalmakat. Természetesen a végén vannak ismétlő gyakorlatok, feladatok. A Légy erős és bátor című könyvet Róna Tamás főrabbi a mű egyik szerzője mutatta be ma stábunknak is Kiskunhalason. A főrabbi mellett Vasadi Péter és Galuska László Pál neve fémjelzi a kötetet. A könyv több mint 1500 illusztrációt tartalmaz, és mind szövegezésében, mind megjelenésében igyekeztek szem előtt tartani a célkorosztály igényeit. Az új zsidó hittankönyv célja, hogy a hatodikos fiatalok megismerhessék a vallási történetek mögött rejlő igazságokat, tanításokat, amelyek kortól független bölcsességek egyben. Az új tankönyvet Soltész Miklós államtitkár méltatta. Mit foglal magában? A bátorságot, a hitet, és ami legalább ilyen fontos, a hagyománytiszteletet. És hogyha mi is ebben a korban, amiben vagyunk, bátorságot tudunk felmutatni sok mindennel szemben, és sok mindenkiért, és sok mindenért. Hogyha a hitet meg tudjuk őrizni, akár a zsidó testvéreink, akár a keresztény felekezetek, ti is, kedves fiatalok, tovább tudjátok adni, akkor meg fogunk maradni. A ma bemutatott hittankönyv, ahogyan a sorozat előző részei is, állami támogatás segítségével valósulhatott meg.